Mikor forduljunk körzeti orvosunkhoz? Mikor menjünk az orvosi ügyeletre? Milyen esetekhez hívjunk mentőt, és mikor menjünk be a kórház sürgősségi osztályára? Dr. Kulman Tamás most megjelent könyve olyan ismereteket ad, amelyeket egyetlen iskolában sem tanítanak, s amelyekre minden embernek szüksége lehet hirtelen jött egészségügyi panaszai miatt. A belgyógyász onkológus főorvos a Győri Petszaladár Kórházban és a Párizsi Saint-Louis Kórház sürgősségi osztályain szerzett tapasztalatai alapján írta meg könyvét, mely világos, érthető, piktogramos, kiskeretes írásaival egy jól szerkesztett tankönyvnek is beillene. A könyv hiánypótló, és így minden családban kellene belőle egy példány. A kötet a hazai egészségügyi ellátás szempontjából is megfontolandó ajánlásokat tartalmaz. Ma a korábbihoz képest a túl későn érkező betegeknek az aránya jelentősen csökkent, viszont a napi betegforgalomnak akár 20-30%-át is kiteszi a fölöslegesen a sürgősségire érkező páciensek aránya. Mióta a sürgősségi osztály megnyitott, a házi orvosi ügyelet okafogyottá vált. A mi kezdeményezésünk az az volna, hogy költöztessék be a házi orvosi ügyeletet a sürgősségi mellé, akkor mi garantálni tudnánk azt, hogy csak kevéssé súlyos betegeket kapjanak, és ezzel jelentős terhet tudnának levenni rólunk. Sajnos azt kell mondani, hogy a sürgősségi osztályok megnyitásakor elmaradt az embereknek a tájékoztatása. És az emberek azt hiszik, hogy a sürgősségi osztály azonnali osztályt jelent. Tehát, hogy ide jönnek, és akkor azonnal ellátják őket. Ez nem igaz. Triázs rendszer azt jelenti, hogy aki a sürgősségi osztályon jelentkezik, az T1-től T5-ig kategóriákat kap. A T1 az azt jelenti, hogy azonnali orvosi ellátást igényel. Tehát lényegében újraélesztés. T5 az azt jelenti, hogy 2 órát várhat, anélkül, hogy orvosi vizsgálatra volna szükség. Ezt a működést, ezt tudnia kellene a lakosságnak, és ebből következik az, hogy ugye egy T5-ös, korábban érkezett T5-ös beteg elé egy később érkezett T2-es vagy T3-as beelőzhet, azért, mert neki hamarabb van szüksége az ellátásra. Dr. Kulman Tamás 100 tünet, avagy Mikor forduljunk orvoshoz című könyve már kapható a könyvesboltokban, és a hírek szerint a patikákban is hamarosan hozzájuthatunk.